Sziasztok! Hello! A mai videónkban egy régi kis különleges... kis? Igen? Oké. Okay. Tehát egy régi különlegességet szeretnék nektek megmutatni. Amikor mi elkezdtük ezt a hobbit Tomival, nem tudom, hogy te akkor már esetleg repültél-e? Há, hogyne! Mert hogy bár nem tudjátok még, de köztünk a legrégebbi drónos az Tomi. Már a csatornáján szerintem 10 éves az első videó, amikor egy hexakoptert hát lebegtetett meg a kertjébe. Na szóval, amikor mi találkoztunk Tomival, akkor hát ez volt a csúcstechnika ezelőtt körülbelül 7 évvel. És hát baromi drága volt, mert hogy ez, bár nem látszik, de ez is egy DJI termékekből áll össze. Mert hogy a vezérlője az egy DJI NASA M, nem is. V2. Igen. V2. Igen, igen. Ez volt a drágább verzió. Nekem az M Lite volt az én gépemem. Ez annól körülbelül egy ilyen, hát nem is tudom, hogy kijött a 500 000 forintból, mert hogy láthatjátok, 13 colos fa lapátok vannak rajta. Tehát nem műanyag, nem karbon, hanem fa. Maga a váz sem volt egy olcsó típus. 6 szabályzó, a motorokról nem is beszélve, és ugye 2 darab akkumulátorral repült. Külön gimbal, és hát itt is még ugye analóg FPV volt. És ezt a gépet tavaly kaptuk támogatásként, hogy mutassuk be nektek, mert érdekességképpen ugye valószínűleg ugye nagyon sokan nem is láttatok ilyet, mert annyira egyen gépek vannak ugye most már ugye a DJI vagy a többi gyártó részéről is. Annó, mikor szerveztünk egy találkozót, akkor épített gépekből jöttek legtöbben, és mindenkinek más volt a gép, és tök jó volt nézni, fogdosni. Úgyhogy ezt megkaptuk tavaly, és most Ákos életre keltette. Mennyire volt nehéz? Mert ugye tudjuk, hogy egy régi gépek esetén már ugye a szoftveres korlátok is vannak, mert nem biztos, hogy van melyik hozzá támogatás. Igen, hát nekem a legfurcsább dolog, vagyis hát az egészben a DJI része volt. Nekem ebben semmilyen tapasztalatom nem volt, még a kezdetekor is. Akkor is én már drágálottam a DJI-os vezérlőt, de drága, te is drága ezzel, is volt. Drága de te is ezzel volt. Repültél, én még szívtam azzal, hogy újrafordítottam a MultiV-ben a szoftverét. Hát igen, ugye, de én is úgy jutottam el oda, hogy a KK az... ugye nem tudom, hogy egyáltalán tudjátok-e, mi az is egy repülés vezérlő volt, ami annyira egyszerű volt, hogy egyáltalán neked kellett megmondani, hogy hány motorod van, melyik motor, merre forog, stb. És az így egy nagyon időigényes dolog volt. És ha valaki repülni akart, akkor vagy programozott egy ilyen 20-30 órát, majd utána még kint is, vagy vett egy ilyet, ami gomnyomásra felszállt. És hát én annól lusta voltam, én vettem egy M-Lite-ot, akkor is baromi drágán, viszont cserébe repültem. Igen, szóval az első gondolatom az volt, hogy szétszedem, megnézem, hogy vannak a kábelek összekötve, és az volt a meglepő, hogy egy régi futabatáv volt. Egy régi futabatávot kaptunk mellé egy vevővel együtt, és már az, tehát hogyha ezt azt mondjuk, hogy 6-7 éves technika, már azon is S-busszal kommunikált a vezérlő felé, tehát PPM is lehetett volna, 3 vezetékkel megoldották az egész jelet. A másik problémám az volt, hogy akármit is csináltam, Windows 10-en van otthon, egyszerűen a drivert nem tudtam felrakni, nem találta a kapcsolatot. Mire azt kitaláltam, hogy igen, a vezérlőnek is kell külön áramot adni, az egy külön történet volt, de a végén kikapcsoltam a driver aláírás ellenőrzést, aztán super admin módba elindítottam, fölpakolta, és utána egyből megjött minden, és számomra furcsa volt, hogy nagyon kevés beállítási lehetőség volt. Abszolút. Ebben a hát NASA ez a... Assistant. Igen, tehát annó azt mondták, hogy ez a nem tudod elrontani, mert hogy gyakorlatilag volt, ugye nekem még az M-Lite az ugye nem tudta az octocoptert, itt ugye be lehetett állítani, hogy 4 motor, 6 motor, vagy ugye ő tudja a 8-at, ugye 8 motor, be lehetett állítani, hogy X-el rendezés, vagy I. Vagy itt I-nek hívják. I, vagy I, mert hogy majd meglátjátok, tehát hogy ő nem úgy repül, hogy így két karral előre, hanem az egyik kar, az konkrétan az eleje, méghozzá ugye ez, tehát ez ilyen furcsa, ez beállítás kérdése volt, semmit nem befolyásol, hogy most elő van egy lapát, vagy nincs, valaki így szerette. Ennél ugye az egyetlen egy kommunikációs lehetőségünk, majd látni fogjátok, ez a kis LED. És
ennyi, amit tudunk repülés közben. Amikor összedugjuk, akkor ugye csupa pirosan villog, ilyenkor nincsen semmilyen GPS jelünk, és utána mindig elkezdi egyre növelni a zöldek számát, és amikor már csak 3 zöldet villog, akkor GPS üzemmódban vagyunk, és mehet a repülés. A homepointot azt úgy jelöli, hogy sűrű zölddel, és így ennyi. Ha merül, akkor elkezd pirosan villogni a levegőbe, de... észrevesszük pont. Hát igen, tehát hogy... nem most külön raktunk rá csipogót is azért, mert hát ez a gép ugye egy GoPro-s gimbal van rajta, körülbelül egy ilyen 10 percet repül jó akkumulátorokkal. Hát ezek nekünk már nem friss akkumulátorok, úgyhogy szerintem annyit nem fogunk a levegőbe tölteni, illetve nem is akarjuk kiszámolni, hogy... Itt nem ez a cél. Ennél már nem. Ennél már az a csoda, hogy megemelkedik, és egy 6-7 éves technika teszi a dolgát. Illetve, amint láthatjátok, itt egy fura megoldás helyeztünk el, mert hogy ez az Insta 360-nak a 4K-s 360-as kamerája, aminek ugye többféleképpen is fel lehet használni a videóját, vagy mint gömbpanorámát fel lehet rakni. Majd szerintem ilyet is fel fogunk nektek tölteni, hogy lássátok, hogy hogy néz ki egyben. Illetve mindig azt a nézetet tudjátok belőle kivágni, amelyiket majd akarjátok, ezzel majd Ákos szerintem egy darabig el fog játszani. Mert hogy egy 360-as 4K-s videót megvágni, az hát egy atomerőművet is igényel, vagy ugye lehet használni a proxy fájlokat. Na de ebben most ne is menjünk bele. Ákos összelőtte a régi távirányítójával, az semmilyen bonyolultságot nem. Semmilyen bonyolult, egy R9M adó van, 860 MHz-en, EU-s verzió, ezt már Tomi nekem megflashelt a Taraniszen, köszönöm szépen Tomi. És egy R9 Mini vevő, ugyanúgy S-Boost kiadja magából, és pöcre megy. Igazából be kellett állítani, hogy... Igen, még annyit kellett nekem beállítani, hogy a távirányítomba kicseréltem a gimbalokat Taraniszos gimbalokra, és egy normális FPV-zés közben ugye ilyen mozdulatokat az ember nem tesz, mivel hogy így kell ezt armolni. Hát igen, ezért... ugye annól is úgy kellett indítani a DJI gépeket, mint ma, hogy így összehúzni, de megcsináltam azt programozottan OpenTX-be, hogy erre a kapcsolóra, nem, nincs is bedugva, hogy erre a kapcsolóra beállítja úgy a csatornákat, mint hogyha megcsinálnám ugyanezt a mozdulatot, hogy gáz le, jó, jobbra, és a másikat is középre belezavarodtam. Szóval ezt a gomb, egy gombnyomásra megcsinálja, és ugyanerre a gombnyomásra ki is lehet armolni. Valamint még egy háromállású kapcsolót használtam, manuális üzemmódra, attitude módra és GPS módra. Elvileg, bár nem tudom, hogy mennyire tiszták az emlékeim, ugye a GPS üzemmódban ugyanúgy viselkedik, mint minden mai gép, elengeded, ott áll, megszakad a jel, felemelkedik a beállított magasságra, alapból ugye... Viszont nem találtam meg, hogy milyen magas válasz. Alapból 30 méter volt, jó. Ő náluk, ezt át lehetett írni, vagy ugye volt az, hogy lebegjen, vagy leszálljon. A attitude mód az ugyanaz, mint ugye már a mai gépekből ugye sokszor említettük, hogy nagyjából kihagyják. Ugye a Phantom 4 volt az utolsó, amit be is mutattunk nektek, hogy ott lehetett. Olyankor csak egy magasságot tart, GPS pozíció nincs, és akár sodródhat is a gép. Itt ugye nagy szükség volt erre, mert hogy ha esetleg olyan helyen kellett repülni, ahol nem volt GPS vétel, egy ilyen gép hamar megindulhatott, és ott olyankor ugye teljesen a pilótára volt bízva. Vagy van ugye a manuál mód, ami ha nem csalnak az emlékeim, én láttam olyat, hogy manuál módba átfordultak vele. Hát... Ezzel ezt nem csináljuk meg, még mielőtt kérnétek. Most nem, de lehet, hogy majd egyszer jó feltöltött akkumulátorokkal jó magasan megnézzük, hogy mit csinál. Most így az Insta 360-nal nem fordulnánk át, meg amúgy sem, de lehet, hogy ezt majd kiderítjük. Úgyhogy hát mint egy érdekesség, mert hogy ennek azért lesz hangja is. Én azt mondom, hogy dugjuk össze és nézzük meg. Jó. Most volt egy kis csattanás. Jó, semmi nem érhet bele a propellerekbe. És GPS. Ugye itt a kis ledünk, ugye láthatjátok, hogy... És piros, és még piros és zöldet felváltva, szóval én szerintem még keresi a jelet. Igen, ilyenkor még keresi. Szóval anno ugye így kellett várni, hogy meglegyen a megfelelő számú GPS. GPS. Bár ugye analóg jelen lehetett telemetriát ugye összeszedni,
remélem, hogy nem felejti. Hova mész? Biztonságos távolságban. Kulcs GPS módon? Vagy a fentebb szasz majd megtalálja. Nem fog elmenni. Ha már van benne egy zöld, az már elég amúgy. Híres utolsó mondatok egyik. Az előbb rögzítette a homepointot, csak arról pont lemaradtunk, úgyhogy nem para. Csak emeljük a levegőbe, hogy mégis hogy néz ki, aztán majd utána Tomi kerül körülötte egyet. Csak a hanghatás. Mehet. Menjen is. Dehogy jó, itt el szeretném mondani, hogy mi járt ekkora fejemben, és miért sikerült úgy az első, vagyis hát a második leszállásunk, ezzel éppen úgy, hogy felborult. Nagyon-nagyon ingatagnak látszódott a nagy cél miatt, és minél előbb leszerettem volna rakni a földre, és ezért volt az, hogy még volt egy ilyen előre menő mozgása a gépnek, és amikor leraktam, akkor már ugye leértek a lábai, megfogták, és sajnos előre billent, hiszen ennek úgy vannak a lábai, hogy mint ilyen háromlábú történet, és elő van kettő lába, hátul pedig egy, és ahogy leértem, és még volt egy előre menő kis mozgása, abban így felborult. De nézzük is meg még egyszer másik kamera szemszögből.
Meg is volt vele az első repülésünk. Hát Ákos, ennyire izgulni még nem láttam egy gépért. Mi az oka? Mert hogy... Hogy miért félek? Nem akartam azt mondani, hogy félek. Miért izgul? Hát, igen, tehát hogy a méret, vagy a technika, vagy a kor, vagy... Én alapból úgy vagyok a gépekkel, akár megépített is legyen az, hogy ameddig nem látom, hogy szépen repül, és ez hagy némi kívánni valót maga után, de repült, szerintem én 4-5 aksit belerakok egy gépbe, mire megszokom, hogy mire mit reagál, hallom a hangját, megismerem, és onnantól kezdve merek bízni az egészben, és onnantól tudom, hogy mire mit csinál. Ennél még ez nem ford ki, és igen, a leszállásnál egy picit előre bukott, de semmi baja nem lett a lapátnak, koszos lett. Meg a másik rész, ami miatt én féltem, az az, hogy ez már egy relikvia. Konkrétan ez egy relikvia. Igen, jó mondod, sajnos, hogy relikvia, tehát, hogy bár úgy általában azoknak régiek is van értékük, ők sajnos nagyon sok olyan gép van már, ami régi, de értéktelen. Tehát, hogy hiába számolnánk össze, hogy ez forintosan mennyit ér, illetve vannak még nálunk is ugye a 450-es verzióból, amivel én repültem, abból is M-Light-tal, sőt van, ami a Wukong-gal van, ami a DJ-nek a legdrágább vezérlője volt annak idején, amint az ilyen hobbi kategóriában, és mégis ezek értéktelen dolgok, mert hogy azért valójában őszintén, hogy ilyennel nem tudom, szerintem egyikőtök se repülne már, sőt, mármint, hogy nem is videóznánk. Tehát, hogy régen, amikor azt mondták, hogy meghívtak valakit, hogy gyere, csinálj egy videót, ha odaállítottál egy ilyennel, akkor mindenki úgy nézett, hogy ez igen, tud valamit, ez tud valamit, hozott egy drónt, meg izé. Manapság meg ugye oda megyünk egy, tök mindegy, egy Anafival, egy Unique-kal, egy DJI-jal, ugye ekkora gép, felszállsz, és meglátják, hogy mi ez a játék. Tehát, hogy régen azért ezeknek volt tekintélyük, de manapság, tehát, hogy én sem ezt használnám. Egy az, hogy keveset repül, egy egész csomagtartót elfoglal. A dupla akkumulátorokkal jobb esetben ugye fönt vagyunk egy 10 percet. És hát azért valljuk be őszintén, hogy ha itt van műszaki hiba, és azért ha ez zuhan, baj van, akkor azért ez így tud kárt tenni. Tehát ha egy Mavic Minivel vagy egy R-rel leesett fél kiló, nagy valószínűséggel ugye ekkora gépről beszélünk, nem találunk el senkit, nem is fog nagyot sérülni. Azért ezt nem néztük meg, de ez ilyen 3 kiló körül mozog. Vagy több. Én úgy néztem meg, hogy a lábak és a gimbal nélkül volt 2,3 kiló. Aksik nélkül? Aksik nélkül. Hát akkor ez... Szerintem olyan 5 körül van. Akkor igen. Plusz még ugye rajta ugye a GoPro, a gimbal. Tehát, hogy azért ez... Meg hát méretügyileges, meg falapát, tehát hogy azért ez nem fog csak úgy elpattanni, mint egy műanyag vagy egy karbon, azért ebben van tartás, hogyha ezért ez valakit tarkon vág, az szerintem úgy megér. Mondjuk a karbon is, hogyha valakit tarkon vág. Igen, de ha szerencséd van, az ugye ez el is pattan. Ja. Ugye, pláne. Ez a műanyag is, ha karbon... Hát igen, de azért ez így nem, mindegyik szóval, hogy olyan. Mindegy, tehát hogy azért ez így sokkal veszélyesebb, és gondoljatok bele, hogy annak idején leginkább ilyen gépek voltak, ugye. Nem volt más, ugye, meg akkor még ugye Phantomból az egy volt, de az ugye nem. Erre ugye akár egy fényképezőgépet is, egy kisebbet föl lehetett taggatni, komolyabb beállításokkal, és mindenki ilyenekkel repült, és manapság meg már tényleg, ahogy Ákos mondta, gyakorlatilag dísz a falon. Úgyhogy hát lehet, hogy nálunk is leszedjük róla a lábakat, a gimbalt, és megy vissza a falra a dísznek. Ezt csak mint érdekességet szerettük volna nektek megmutatni, hogy hát annó ilyenekkel kellett dolgozni. És főleg, hogyha belegondolsz, hogy a Mayray faktorba beleszámít a rengeteg pénz, meg idő, meg pénz. Hát igen. Amit belefetszöltél, és az első felszállás alkalmával elúszik. Akár, igen. Tehát, hogy itt... Tehát ez nem volt egy egyszerű kor annak idején, de biztos közületek is ugye nagyon sokan már repültek abban a korban. Ez már egy stabil rendszernek volt mondható, tehát igen, hogy itt azért, sőt, ugye itt is volt már például no-fly zone, tehát hogy ez a gép sem képes akár a repülőtereken felszállni, de csak ugye a repülőtereken. Ehhez frissítés évente talán egy érkezett a Lightomhoz, azt hiszem még használtam, egyszer kellett frissíteni. Amúgy semmilyen más dolog nem volt, repülni kellett vele és kész, csak hát ugye dupla akkumulátor, ehhez legalább egy 10-12 darab akkumulátor kellett ahhoz, hogy
tudjatok akár vele forgatni. Manapság meg ugye akár egy Flymore Combo szettel, már a Mavic is például 60-70 percet fönn van a levegőbe. Ahhoz, hogy ez fönn legyen 70 percet, azért kellett jó pár beruhált akkumulátor, mert hogy azért ezek nagyok és drágák is voltak. Sőt, hát egy ekkora akkumulátor még a mai napig is nagyon drága. Igen. És ez még buta akkumulátor. Igen. Úgyhogy hát ennyi. Ez lett volna kis érdekes videónk. Úgyhogy jövő héten jövünk a következő videóval, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Take down an emotion.